2023-ban a 70. tanévet kezdték meg a kulcsárosok. 70 év alatt három nemzedék, három generáció nőtt fel az iskolában. A Tatabányai Szakképzési Centrum, Kulcsár István Technikuma és Szakgimnáziuma névadója tiszteletére március 24-én ünnepséget rendezett. A kulcsárnapi rendezvénynek az Egressy terem adott otthont, ahol Sipos Sándorné igazgatónő és Turi Bálint alpolgármester köszöntötte a megjelenteket. Turi Bálint az 50 és 60 éves évfordulón igazgatóként mondott köszöntőjére emlékeztetett, akkor egy szép lombozatú tölgyfához hasonlította az iskolát. Azt kívántam akkor, hogy hosszú időn keresztül ez a tölgyfa, ez legyen a környezetének továbbra is hasznos tagja és hasznára legyen. Hát én úgy látom, hogy azóta eltelt 20 évben, meg a 60 év óta eltelt mostani időszakban ez teljesült, ez a vágyam, mert úgy tűnik, hogy nagyon izmos és erős és jó formában ez a tölgyfa és az iskola, és továbbra is nagyon komoly hasznára van a környezetének. Azóta az ágai lombozata még inkább izmosodott, levelei úgy látom nagyon fényesek, és a gyökere is egyre mélyebbre ereszkedtek a Komárom földjébe. Bejön az ember, gyönyörű az udvar, nagyon szép a külseje megjelenés az épületnek, bemenve az épületbe, mindenhol esztétikus környezet fogad bennünket és a gyerekeket napról napra, akik bemennek oda dolgozni. Még a mellékhelyiségek is olyan színvonalon megújultak, hála a fenntartónak. Úgy gondolom, hogy bemegy az ember és nem is egy iskolába lenne, bútorzat szép minden, de ami legfontosabb, akkor bemegyek, akkor én tényleg jó kedvű gyerekeket látok ott. Szemeik csillognak, lehet rajtuk látni, hogy én úgy látom ki, most már sajnos lassan kívülállóként, hogy jól érzik magukat ott, és ez nagyon nagy szeretettel még egyszer gratulálok így a, most így van, a városvezetés nevében is. Jó ide bemenni, amikor az ember bejön, és az az álom gondolataim, hogy remélem így érzik az ott dolgozók is valamennyien, meg a diákok is. Boldog születésnapot kívánok a Kulcsár István Szakközépiskolának! Esenyő szürkővé, tűzneked se perbé, mert nem tudod ki jövvé, mert nem tudod ki jövvé. Este kibé jött volt, 9 almát hozott volt, mind a 9 rohadt volt, a legény is egy rossz volt. Ez 1997-ben vette fel iskolán Kulcsár István nevét, és azt követően 2 évente rendeztünk Kulcsár napot, és 2017-ben határoztunk úgy, hogy minden évben rendezünk egy kulcsárnapot, és 5 évente pedig kulcsárhetet. A kulcsárhét keretében tanulmányi és sportversenyeket rendezünk. Az idei évben is volt szavalóverseny, mégpedig egészen modernizált formában, mert slam poetry volt a feladatuk a gyerekeknek, és nagyon-nagyon ügyesen jól megoldották. Ezen kívül volt történelmi verseny, a történelmi verseny is egy kicsit új formájában került megrendezésre, mégpedig úgy, hogy egy Kulcsár István Facebook oldalt kellett létrehozni a tanulóknak, ez is nagyon-nagyon sikeres volt. Ezen kívül voltak ugye sportrendezvényeink, kézilabda kupa, volt mezei futóverseny, és volt kidobós verseny is, és idegen nyelvi versenyt is rendeztünk, remélem nem hagytam ki semmit, tehát eléggé mozgalmas volt a hetünk, és a hetet egy kulcsár nappal zárjuk, pontosabban most az idei alkalommal 2-vel is, mert hogy a tegnapi napon az iskola előtt adták elő a műsort a tanulók, és a mai napon pedig gyakorlatilag egy gála ünnepséget tartunk, ahová meghívtuk természetesen a város vezetőit, meghívtuk a centrum intézményeinek vezetőit, általános iskolák vezetőit és a partnereinket is, és természetesen nem feledkeztünk el a nyugdíjas kollégáinkról sem, akik nagy örömünkre szívesen látogatnak vissza mindig az iskolába.
egyszer. A kulcsárnapi programot kórusművek, népdal és néptánc is színesítette. A vendégek egy kulcsár életéről szóló színdarabot is láthattak. Ó, üdvözlöm, kedves barátom! Örülök, hogy el tudok jönni. Köszönöm a meghívást, István. Már alig várom a nyelvüveléssel kapcsolatos eszmeserénket. Én szintén, bár a legutóbbi felvetései kissé megrökkentettek. Gőzpöfögészeti, tovalöködönc, pofont. Ezt még meg kell vitatnunk. Á, itt mit jön a feleségem. Anna, gyere, hadd utassalak be a magyar irodalom vezető alakjának, Kozinczy Ferenc úrnak. Üdvözlöm, örülök a találkozásunknak, már annyi mindent hallottam önről. Nagy megtiszteltetés, hogy az otthonunkba üdvözölhetjük. Részemről a szerencse, asszonyom. Játsz nekünk valamit, kedves barátom. A diákok előadásait követően Sipos Sándorné igazgató adta át a kulcsárdíjakat, melyeket idén Niknés Tanics Márta és Széles Teodóra vehetett át. Az idejében Niknés Tanics Márta volt kolléganőnk, kapja a díjat, aki az elmúlt években vonult nyugdíjba, és Széles Teodóra, aki iskolánk kiváló tanulója volt, és nagyon aktívan részt vett a diák életben is mindig, és nem mellesleg jelenleg óraadóként is dolgozik az iskolánkban. Az esemény végén egy videószállításban a régi időket elevenítették fel.